Kerekes István szociófotói sorakoznak a Flash Központ Galéria 94 kiállító termében. Bár személyesen egyelőre még nem nézheti meg a közönség a képeket, a Flash Központ most az online térben biztosít erre lehetőséget. A Flash Art keretein belül ezúttal Kerekes István mutatkozik be, Vitéz Vilmos beszélgetésein keresztül, és a képek is megelevenednek az online térben. Nekem elsősorban Erdély szívügyem, én onnan is származom, de amúgy is ott ugye olyan témákra találtam, amiben én abszolút otthon érzem magamat. Ugye ez a portré, szociófotó, emberábrázolás, társamábrázolás, dokumentarista, fotográfia. Kerekes István már sokszor megmutatta munkáit a közönségnek, nem csak a Flash Központban, hanem a Mosonvár megyei múzeumban, vagy éppen a Csellei házban. Így a most kiállított képekkel is találkozhattak már az érdeklődők. Ezúttal azonban mélyebb betekintést nyerhetnek a képek történeteibe. A fotós igyekezett azokat a képeket kiválasztani, amik megmutatják munkásságát. Kerekes István legismertebb és legelismertebb fotója, a jelen a több nemzetközi díj tulajdonosa, és több rekordot is megdöntött már. Ősszel kapta meg a hivatalos okmányt arról, hogy az 500 díjával világrekordot állított fel. Most jelen pillanatban 5 díj kell még, hogy meglegyen a 600. díja. Itt tartunk most. A Flash Art áprilisi online tárlat vezetése április 26-án hétfőn debütál majd a Flash Központ közösségi oldalán. A tárlat vezetést április 29-én televíziónk adásán is megnézhetik majd. A most kiállított képeket pedig a korlátozások enyhítésével a Flash Központ folyosóin is megnézhetik majd az érdeklődők.